Mielőtt elkezded nézni ezt az interjút, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és támogasd a munkánkat a videó alatt található linkre kattintva. Köszöntöm Önöket! Bánom András szabadságon van, így ma nélküle elemezzük a hét eseményeit két újságíró kollégával, Horváth Gáborral és Szakonyi Péterrel. Sziasztok! Szervusz! Szervusz. Gondoskodtak nekünk eseményekről ezen a héten is. Ugye mindenek előtt volt egy NATO csúcs, és mellette, meg közben, meg előtte és utána Orbán Viktor is programokat csinált. Most a NATO csúcsnak mi volt az értelme? Hát értelme, ugye 75 éves a szervezet, tehát ez egy ünnepi ülés volt. Esetleg érdemes megemlíteni, hogy a 70-et akarták megünnepelni, és akkor a Trump volt az elnök, úgyhogy a NATO lefújta a dolgot, majd a 75-et megünnepeljük felkiáltással. Úgyhogy ez egy elhalasztott 70. születésnap is volt. És hát ugye van egy komoly háború, ahol a NATO-nak nagyon jelentős szerepe van. És elő kell készíteni arra a lehetőségre a szervezet, hogy az Egyesült Államok kiesik a képletből, hogyha Trump lesz az elnök, vagy legalábbis csökken a szerepe. Úgyhogy ez is egy ilyen elővágás volt, hogy mindent el kell rendezni, lehetőleg hát véglegesen, hát úgy, hogy Trump ne tudjon belőle könnyen kitolatni adott esetben. De ez egy nagyon hasznos... De sikerült ugye rendezni? Nem, hát hiszen nem is lehet. Tehát, hogyha nagyon ki akar tolatni a megállapodásokból, akkor ki fog tolatni belőle. De mindesetre egy olyan biztosítékot kapott Ukrajna, hogy bármi történik jövőre, akkor is kap 40 millió eurónak megfelelő fegyvert és támogatást. Tehát azért rövid távon ez a dolog, ez be van biztosítva. Majd, hogyha január 20-án beiktatják az új amerikai elnököt, akkor megtudjuk, hogy mi lesz a politikája a következőkben. De az nagyon érdekes, hogy mindenki azt mondja, hogy hát a Biden és a Trump az tűz és víz, és két teljesen különböző dolog, de azért mind a kettő az amerikai államok elnöke volt, meg most az, meg valamelyik majd lesz is. És az amerikai érdekek, azok akkor is ugyanazok, hogyha Trumpnak hívják az elnököt, vagy ha Bidennek hívják, és az elnök valószínűleg azt fogja képviselni az amerikai érdekeket, csak az egyik így, a másik úgy. De szóval ilyen egészen meghökkentő, döbbenetes fordulatokra azért nem kéne számítani, mint hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból. Hogy a hazai nyelvhasználatot, vagy szóhasználatot idézzem, ez egy háborúpárti gyülekezet volt. Érdekes, hogy nem érdekes, és nincsenek véletlenek szerintem a külpolitikában, se ebben a nagypolitikában, még végképp nincsenek, de hogy a NATO csúccsal közel egy időben, vagy egy időben történt két olyan dolog, ami szerintem fontos, vagy döntő lett. Az egyik az, hogy F-16-os gépeket elkezdték leszállítani a dánok és a hollandok, köszönöm szépen, Ukrajnának. Ez szerintem nagyban befolyásolhatja a háború végkimenetelét. A másik pedig az, ami szomorúan fontos, hogy az oroszok lebombáztak egy gyerekkórházat. Ami azt gondolom, hogy olyan felháborodás cunamit indított, ami eddig még szerintem nem volt. Bár a háború önmagában, a háborúnak az eszkalációja önmagában az embereket állásfoglalásra kényszeríti és készteti. Ez azonban egy olyan történet volt, ami például, ez egy azt hiszem mai vagy tegnapi hír, az egyik orosz repülőtisztet arra késztetett, hogy fontos dokumentumokat adjon ki az egyik orosz légibázis személyzetéről, és sok minden más fontos részletet. Tehát szerintem a NATO csúcs az egy fontos ceremoniális történet volt. Az, hogy mi lesz ennek a hozománya, következménye, különös tekintettel erre a két vagy három nüanszra, vagy momentumra, szerintem ez a kérdés. Azért hadd tegyek két dolgot hozzá. Az egyik az, hogy ugye most mindenki föl van háborodva, szétlőtték a kijevi gyermekkórházat.
de ez nem az első eset. Tehát Mariupolban a szülőotthont lőtték szét 2 évvel ezelőtt, csak arra már nem emlékszik senki. Én attól tartok, hogy 2 év múlva erre se fog olyan sok mindenki emlékezni. Ugye a másik pedig az, hogy az F-16-osok azok nem fogják eldönteni a háborút. Ezt a háborút ezt semmi se fogja eldönteni. Ebből a szempontból Orbán Viktor tutira megy. Tehát biztos, hogy a végén neki lesz igaza. Mert előbb-utóbb majd lesz egy megállapodás. És ha még akkor élni fog, és akkor még ő lesz a magyar miniszterelnök, ugye ezt nem lehet biztosra venni, mert volt már a történelemben 30 éves, meg 100 éves háború is. De hogyha ez a mostani konstelláció van, akkor majd azt fogja mondani, hogy hát én ezt megmondtam, hát ezt meg lehet csinálni már az elején. És nem igaz, nem lehet megcsinálni az elején. Mint ahogy a kórház bombázására is azt mondta, hogy na tessék, hát nem megmondtam, hogy milyen rossz dolog a háború. Igen, ezek a kegyetlen dolgok, amik a háborúban vannak, hát ezért kéne abbahagyni az egészet. Mint hogyha az ukránok bombázták volna le a moszkvai Sklifosovszki kórházat. De nem ez történt. Igen. De mi a megoldás akkor? Van egyáltalán megoldás? Azt mondod, hogy nincs. Nincs. Hát ugye, mint ahogy a közelkedő konfliktusa, sincs megoldás, hiszen egy területet két nemzet akar magának, a zsidók meg a arabok. Ugye ugyanez van, Ukrajna jelentős részét az oroszok akarják maguknak, az ukránok meg nem akarják odaadni. Tehát két állam nem tud létezni egy területen. Hogyan illeszkedik ebbe az egész konstrukcióba Orbán Viktor a magyar propaganda által békemissziónak nevezett körútja? Van egy nagyon jó kifejezés született az elmúlt napokban, a sugárhajtású békegalamb. Szerintem ez remekül leírja azt, ami most történik. Tehát, hogy már szemmel követhetetlen gyorsasággal röpül ide-oda-amoda, és persze közben jönnek a győzelmi jelentések, hogy hiszi Pingel, akkor a Putyinnal, most pedig legutóbb Trumppal parolázott és intézett valamit, de már mikor ez a hír kijön, addigra már egész más út van, tehát tényleg a fénysebességet meghaladó sebességgel közlekedik, és tényleg nem tudja az ember. Egy viszont tény, hogy én is borzasztóan szkeptikus vagyok azzal, hogy mit tud elérni egy európai, mondjuk úgy, hogy középhatalom, de persze nem az. Magyarország lenne középhatalom? Méretét tekintve a középnagyságú országok közé tartozik most már azért Európában, mert ugye a csomó ország szétdarabolódott. Gazdasági erejét tekintve, hát ez a 2-3%-os európai GDP-nek a meglét az tényleg nulla. De viszont az is, gondolom, azért elgondolkodtatja főleg a Fidesz hívőket, hogy hát basszus, ezt a palit fogadja Putyin, és Zelenszky, és megy a kínai kormányfőhöz, és nézzük, hát a Trump is rá vár. Ott, hát azért ez ilyen még nem volt, mert mondjuk se Kádár Jánost, mondjuk, se az követőit nem fogadta. Akkor nem is volt háború. Ez tény. Így van. Na jó, de ugye... Nem lebecsülöm, az Európai Unió összes vezetője, és a jogi szolgálat is közölte, hogy hát egyrészt nem képvisel senkit, másrészt a jogi szolgálat leszögezte, hogy törvényeket, az Európai Unió belső szabályait és alapszabályait sértette, az Unió érdekével ellentétes külpolitikát folytat, és ehhez fölhasználja az Unió soros elnökséget. Soha nem tiltakozott, amikor Putyin vagy bárki más ezt fölhozta, hogy ő a soros elnök. Ugye használta a videókon soros elnökségnek az emblémáját, tehát kihasználja ezt a dolgot. Láthatóan Lubicko ebben a szerepben. És nyilvánvaló, hogy nem fog tudni béke között. Még a Trump környezetéből is egyébként figyelmeztető jeleket adtak, hogy ők nem kérték, hogy közvetítsen Putyinnal. Ugye, mert az nagyon kellemetlen dolog, ugye az amerikai liberális sajtó rögtön megírta, hogy hát akkor az Orbán üzeneteket hoz vissza a Putyin és a Trump között, és azért a Trumpnak se választási kampány, mert ez nem kell. Úgyhogy csak a baj van vele hosszabb távon, de nem érdekli, mert egyrészt a pillanatot kell mindig uralni, megnyerni, és istentelenül élvezi, szemlátomást élvezi. Igen, az a kérdés az, hogy mi ennek az értelme? Az, hogy borsot törjön a saját szövetségesei orra alá, vagy az egész
nagy rész befelé szól, hogy megmutassa a magyar híveknek, hogy milyen nagy ember. Mind a kettő igaz, amit mondtál. Ennek a belpolitikai hatása azt gondolom, hogy elég jelentős. És ahogy Gábor mondta, teljesen egyetértek. Hát azért ő európai méretű vagy világméretű politikusnak akarja mutatni magát, akinek olyan hatása van, hogy megváltoztatja vagy módosíthatja a világrendet is. Hát ennél több egy ilyen fiatal embernek azt gondolom nem kell. Hát, de igen, de nyilván nem Magyarország fog közvetíteni Oroszország és Ukrajna, Oroszország és az Európai Unió, Oroszország és Egyesült Államok között. Vagy Kína és Ukrajna között, vagy az USA és Kína között. Nyilván nem Magyarország fog közvetíteni. De neki ez egy ilyen kényszeres, kilőtte Magyarországot, úgy érzi, hogy az a magyar közeg, ez neki már smafu. De azért azt hozzátenném, hogy addig se kell foglalkozni a magyar egészségügyel, meg az oktatási zűrzavarokkal, meg a Magyar Péterrel jelenséggel. Tehát az egész mögé híratkozik, és itt hagyja ezt az egész kótszerájt. Majd meglátjuk, hogy tusványosan mit fog erről mondani. Valószínűleg akkor is a világpolitikát fogja ecsetelni, és nem azt, hogy Magyarországon mit kéne csinálni, mert azt nem csinálja. Hát tusványosan általában meg szokta váltani a nemzetközi helyzetet. Is. Úgyhogy az érdekes lesz. Abszolút. Biztos lesz egy nagy bejelentés, valami olyat fog mondani, amivel kiveri a biztosítékot. Ez nem tudom, kérdés. Már rég nincsenek biztosítékok. Már nincsenek, igen. Így van. Mi ebben az egészben a szerepe ennek a patrióta frakciónak, amit ugye Orbán Viktor másokkal együtt gründol, de hát azért a lényege mégiscsak az, hogy Magyarország összehozott egy harmadik nagyságú frakciót az Európai Parlamentben, és milyennek a következménye? Hát mindenképpen teljesítmény. Tehát ahogy a Péter is az előbb intett engem, tehát nem kell ezt lebecsülni, ez nem egy egyszerű történet. Itt nagyon sok szereplős sakjátszmák voltak, és Orbán ebből viszonylag jól került ki, még akkor is, hogyha ez a frakció, ez inkább lesz a nemzeti tömörülésnek az eszköze a következő 5 évben, mint Orbán Viktornak. Mert ugye 30 képviselőt küldtek ebbe a 84 fős frakció. Az Orbánék csak 11-et, tehát és a Zsordan Bardella lesz a frakció vezető, aki ugye tényleg ennyi múlott, hogy nem lett francia miniszterelnök. Kicsit ő valószínűleg... Az első fordulóban annyi, de a másodikban már egy kicsit több. Hát ugye politikai értelemben ennyi múlott, tehát a matematika az egy másik dolog, de igen. Az, hogy a francia baloldali ellenzék össze tudott fogni a centrista Macron-féle tömüléssel, az hát elképesztő teljesítmény. Tehát az ahhoz kész. Szóval a magyar ellenzék soha nem tudott ilyet elérni egy percig sem. Na mindegy, ez csak egy apróság, de ugye Európában még volt egy választás, ugye a briteknél a munkáspárt győzött, a franciáknál ugye sikerült megakadályozni a gátszakadást, és ez a frakció, ez el lesz szigetelve az Európai Parlamentben. Legalábbis most nagyon úgy néz ki, hogy nem kapnak bizottsági elnöki helyeket. Hát mert a gonosz háború pártiak összefognak, igen, ezek összefognak elnök, igen. Nem kapnak parlamenti alelnökséget, tehát nem lesz olyan jó, olyan hatékony lehetőség, mint ami a néppárt lett volna, hogyha ott tud maradni a Fidesz, de nem tudott ott maradni, mert szembefordult mindennel, ami az európai mainstreamre jellemző. Orbánnak nem sikerült átfordítani az európai közvéleményt, az európai parlamentet, és amikor azt mondják, hogy hát micsoda a disznóság az, hogy a ránk szavazó több 10 millió embert azt ugye megfosztják ezektől a különböző képviseleti lehetőségektől, akkor nem veszik figyelembe, hogy meg 100 milliók arra szavaztak, hogy ők már menjenek a francba. Tehát a radikális frakcióból is van még vagy 2, rajtuk kívül, nem 84 fős, hanem mondjuk 78 vagy 76 fős, de azok is elég nagyok, és azokkal meg lehet állapodni bizonyos dolgok mentén, tehát a Melonival és a Kaczynszkival meg lehet állapodni, hogy Ukrajnát támogatjuk.
Orbánékat ugye az orosz érdekkijárójának tekintik, nem csak őt, hanem a Marine Le Pent is, és a többieket. Arról nem beszélve, hogy bevettek olyan embereket, mint a cseh motorosok, akik komplet idióták, viszont legalább nácik. Tehát ezekkel az emberekkel van összezárva, ha úgy tetszik, a Bondok háza társalgójában, és nem tud beleszólni azokba a folyamatokba, ami Európában el fog kezdődni majd valamikor. Igen, az is egy érdekes kérdés, említetted, hogy a Marine Le Pen pártja uralja majd ezt a frakciót, hogy ők mennyire vannak távol, vagy közel a magyar 11-től? Hát ezt nem tudom, de ugye konkrét ügyekben majd meg fognak mutatkozni az eltérő érdekek, mert hogyha mindenki azt gondolja, hogy a saját országa az első, Amerika az első, Magyarország az első, Franciaország az első, akkor nem lehet megállapodni. Ugye ez nem a kompromisszumokról szól, ez az ideológia, vagy ez a hozzáállás. Ez arról szól, hogy mindenkin átgázolok. Na most, hát Magyarországnak nem lesz olyan könnyű átgázolni nagy hatalmakon, mert szerintem a Péter az előbb még nagyon jótékonyan mondta, hogy a GDP 2-3%-a, az Európai Unió GDP-nek 2-3%-a, lehet, hogy az valamivel kevesebb is. És ráadásul Magyarország gazdasági fejlődése az semmilyen derülátással nem ad okot. Tehát mindenki más, valamiért mindenki más gyorsabban tud fejlődni nálunk. És ez miért? Na, itt a szakértő végre. A magyar gazdaság az... Szóval egyfolytában lemaradóban van. Én nem állítom azt, hogy ez az akkumulátor biznisz, ez egyértelműen hülyeség és elvetendő. A probléma az, hogy annyira kiszolgáltatottá teszi a magyar gazdaságot, éppen ma, azaz pénteken jöttek ki friss adatok, amik azt mutatják, az ipari termelés csökken. Tehát a tavainál is kevesebb, és a legtragikusabban épp az akkumulátorgyártás, meg a jármű részegységek és alkatrészek gyártása csökkent. Ez mutat valamit. Mutat annak a gyengeségét, vagy annak a jelét inkább az, hogy a nagyon egylábon állás, vagy azt mondom, hogy a kiegyensúlyozatlanságnak milyen veszélyei vannak. Nem csak az, hogy most hazaküldenek, mit tudom én, 400 maláj munkavállalót, hanem a magyar beszállítói kör sem tud azt a nagyon kevés hozzáadott értéket megtermelni és hozzáadni. És ugye a nagyokat ez nem érinti annyira, de mondjuk egy magyar középvállalatot, aki becsatlakozik beszállítóként esetleg, nem azért mondom, hogy esetleg, mert nagyon kevés ilyen van, azt egy ilyen visszaesés rögtön hazavágja. És akkor még nem beszéltünk még a környezetvédelmi hatásokról, az autóiparral kapcsolatos volatilis, mert most nagyon volatilis beszállítói és szállítói igényekről. Tehát komoly bajban van a magyar gazdaság. Amit jelez egyébként a védelmi hozzájárulás bevezetése is. Pontosan. Aminek semmi értelme, és úgy értem, hogy értelme annyi van, hogy megpróbálnak több pénzt beszedni. Kisajtó, onnan, ahol van. Tehát a gyógyszeripar, a pénzügyi szektor, valami sikerül ebből biztos. Bankszektor. Hát igen, amikor... Én a bankárokat egy általában egy nagyon értelmes embernek tartom, hiszen ők komoly pénzügyi, stratégiai felkészültséggel, tapasztalattal rendelkeznek. El nem tudom képzelni, hogy miután 2023-ban rekordnyereséget, tehát abszolút rekordnyereséget értek el, hogy gondolták azt, hogy 24-ben nem fogja megsarcolni őket a kormány. Mikor ők látták előre, vagy az előrejelzéseket látva, a piaci trendeket figyelemmel követve, hogy itt nagyon-nagyon nagy baj lesz. És nem tudták idézőjelben a pénzt eldugni, valamilyen módon átcsatornázni. Most ugye panaszkodnak, hogy a MOL is, az OTP is milyen őrült 100 milliárdokat fog befizetni. Fizessenek akkor.
egy baj van, hogy mi fizetjük ezeknek egy jó részét. Mint hogyha az OTP a sajátját adná. Azt mondom, mert azért tettem rögtön hozzá, hogy hát ezt végül is mi fizetjük, és együtt sírunk a nagybankokkal. Így van. Győzelmi jelentések adnak ki folyamatosan. Ugye ma például azt hallottam, hogy a magyar üzemanyagárak azok alatta vannak a környező országokének. Ez mintha az utóbbi napokban nem így lett volna, de most hirtelen kiderült, hogy milyen jó a helyzet. Hát az a kérdés, hogy kik az a környező országok. Ugye, mert hogyha a Ukrajnát nem vesszük bele a buliba, akkor az már rögtön megemeli ugye a környező országoknak az átlagát, mert az nagyon lehúzna. Ugye, hogyha, igen, a másik kérdés, hogy hogyan számítják ezeket az árakat, mert ugye a magyar benzinkutakon is van ilyen ár, meg olyan ár, tehát attól függ, hogy autópályán tankol az ember Bécs felé haladtában, vagy Kőbánya alsón a kis Maszek útnál. Na egy szó, mint száz, attól függ, hogy milyen statisztikai adatokat vesznek figyelembe, ha jól tudom, akkor ezt megváltoztatták az elmúlt héten. De ugye a kedves tévénézők biztos tudják, hogy milyen járulék és adó tartalma van egy liter benzinnek vagy gázolajnak. A tisztább a kép, ha a nettó árat veszük, tehát azt az árat, amit a nagykereskedő, jelen esetben a piacot 80%-ba uraló MOL ad, és ezt hasonlítják össze a környező ország nettó árával. Mert az, hogy a jövedéki adó, meg az áfa, meg a mit tudom én mi, hogy rakódik rá, ez kb. 60%. Tehát a benzinkutakon fizetendő díjnak, vagy árnak a 60%-a egyenesen az államkasszába vándorol. Tehát azért ezt is érdemes figyelembe venni ilyenkor. És hogy lehet, hogy akkor az államkassza mégiscsak olyan helyzetben van, amilyen helyzetben van? Nem elég, amit... Nem. Ebből nem. Kiszednek? Nem elég, mert például a magyar adórendszer a fogyasztási adóra épül, ami sok-sok kérdést felvet. A fogyasztási adó ugye Európa szinten legmagasabb, 27%. És azt látjuk most már lassan másfél éve, hogy a kereskedelmi forgalom csökken. És ugye az áfa bevételek ennek megfelelően csökkennek. Tehát az, amivel tavaly nyáron számolt a kormány az akkori költségvetésben, az már a fele se igaz. Tehát át kéne már régen gondolni, és ezt a közgazdászok régóta szorgalmazzák, az egy kulcsos személyi jövedelemadó nem igazságos, nem jó, valami más kéne kitalálni. Ki kéne találni azt, hogy a társasági nyereségadó mi legyen. 9% nagyon vonzó a külföldi cégeknek, azért is jönnek ide. De hogyha megnézzük a teljes költségvetés adóbevételeit, akkor azt látjuk, a nagyvállalatok, a multik által befizetett adó, az picir, az töredék. Már, és a többséget éppen a befizetett áfa jelenti. Tehát át kéne ezt egyszer gondolni a már kormánynak, egész addig nem fognak ezzel gondolni, míg a fejükre nem omlik a dóm. Igen, azt akartam kérdezni, hogy képesek átgondolni? Vannak erre már javaslatok, én tudom, de ezt mindeddig lesöpörték az asztalról. Nem tudom, mikor ér el oda a kormányfő és a kormányt gazdasági tevékenységét irányító miniszterek és jegybank elnöknek az érzékelési küszöbje, hogy azt mondja, innen tovább nem megy. Mert látjuk, hogy az éves hiány már túl teljesítette, és még csak július van a költségvetés. Ez tartatatlan, ami itt megy. Elvileg a költségvetés a parlamentnek kéne jóváhagynia a módosításait is. Most már szó nincs arról, hogy bármit bevinnének rendeleti kormányzás van Magyarországon. Igen. Tehát a parlamentre semmi szükség nincsen. Haza lehet küldeni mindenkit, nyugodtan menjenek el Siófokra, a tópartra, semmi szükség nincs rájuk.
az történik, amit Orbán Viktor kitalál. Mert hiszen a kormányban sem tudunk semmilyen ellenkezésről. Érdekes egyébként, hogy a Nemzeti Bank is időnként egészen realisztikus dolgokat hoz nyilvánosságra, és ez mind elmegy a levegőbe. Kicsit olyan, mint hogyha a Népszava megírta volna, hát nagy ügy. Hát, de azért ti meg is írjátok. De minden elszáll a levegőben, és semminek nincs következménye. Tehát, hogyha ilyen koncepcióbeli különbségek lennének mondjuk a francia, vagy a német, vagy az olasz nemzeti bank és a kormány között, akkor abból óriási botrány keletkezne. De ugye itt Magyarországon semmiben nem keletkezik botrány, csak abból, hogyha Magyar Péter táncol egy buliban. Abból óriási botrány van. De ezekből nincsen semmi. Hát semmi. És ez elképesztő, mert a másik vetülete annak, hogy itt ugye vannak koncepcionális ellentétek, aminek a magva a személyi ellentét. Tehát én, és lehet, hogy nagyon rossz indulatú vagyok, de a jegybank azért ad ki olyan tényleg jó elemzéseket részben, mert egy olyan komoly személyi ellentét, személyi és pozícióharc van, a gazdaságot felügyelő miniszter, a pénzügyminiszter és a jegybank elnök között, amiben ez egy fegyverként, egy eszközként jön elő. De ahogy Gábor mondja, semmi jelentősége nincs. Tehát ez olyan, mint hogy a falra hány borsót nézegetnénk. És akkor hogyan tovább? Mindenki mondja a magáét, és semmi nem történik? Dehogy nem. Újabb hiteleket veszünk föl, eladósítjuk az országot még jobban, újabb nagy beruházások mennek a leállítottak mellett, megvásároljuk kormány kedvenc vállalkozóitól sok száz milliárdért az ingatlanokat, megveszük a repteret, megveszük a távközlési céget. Teljesen felelőtlen gazdálkodás folyik. Tehát akkor összefoglalom az eddig elhangzottakat, ugye Orbán Viktornak sikerei vannak, miközben a magyar gazdaság, amelyet egyébként foglalkoznia kéne, ott van, ahol van. Gondolom, hogy ez lehet az első félórás megbeszélésünk rezüméje. És igen, tehát a világpolitikai szerepben tetszeleg, holott volna itt mit csinálni. De azt nem csinálja, mert az nem olyan látványos, meg nincs meg kedve hozzá, hát már 15 éve csinálja. Meddig kell ezt még neki húzni itt a magyar gazdaságot? Miért nem választják már meg végre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökének? Van erre esély? Nincs, de mennyivel jobban járna mindenki? Ez igaz. Ez nagyon jó végszó egyébként. Ezzel zárjuk az első részt, és majd folytatjuk a második résszel. Ott is vannak nagyon érdekes témák. Németh Péter vagyok. Bánó András vagyok. Bogyarák Anikó vagyok. Bolgár György vagyok. Gulyás Balázs vagyok. Lampi Ágnes vagyok. Az a kérésem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ha tetszettek a videóink, akkor lájkolják és osszák meg ezeket. Várjuk véleményeiket, hozzászólásaikat a videó alatt. Kérem, támogassák a Klik TV-t. Ezt megtehetik itt a YouTube-on szuper köszönet formájában, vagy a leírásban található linken keresztül. Nagyon szépen köszönjük az eddigi figyelmüket, és tartsanak velünk továbbra is!